Július 23-án kiderültek az egyetemi ponthatárok, a felsőoktatásba felvételizők idén is a megszokott elektronikus csatornákon értesülhettek először az eredményeikről. A részletekről később, előbb azonban érkezzen a teljes tartalomjegyzék. Üdvözlöm Önöket! Fejlesztések a Magyar Falu programban. A megye 5-ös számú választókerületében 44 települést érinthetnek. Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség újra választották a korábbi elnököt. Egyetemi felvételi, július 23-án kiderültek a ponthatárok. Több mint 100 millió forintos Európai Uniós forrásból turisztikai beruházás kezdődhetett el nemrégiben a Kocsordi Unitárius Egyháznál. A térség országgyűlési képviselője az alapkületétel alkalmával elmondta, a magyar kormánynak kiemelt érdeke, hogy a turizmus fejlesztéshez a civil szervezeteknek és az egyházaknak is forrás biztosítson. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a térség országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Hogyan tudnak bekapcsolódni az egyházak és a civil szervezetek a turizmus fejlesztéshez? Be a térségben. Hát egy jó ötlettel, és ez a jó ötlethez pedig kellene forrást találni, és azt gondolom, hogy a felkomboly volt a magyar kormány forrás biztosít, legyen szó egyházról, hiszen azt gondolom, hogy ennek a magyar nemzetnek az 1000 éves egyházi múltja, keresztény múltja olyan épített és kulturális örökségekkel rendelkedik, amihez bátor szívvel oda lehet lenni, akár a Szatmári térségben a középkörű templomok útja az előző etapban valósult meg, akár pedig magának a templom felújításával és a templomba való beengedésével a látogatóknak, azt gondolom, hogy ez egy lehetőség, ami az egyházakat illeti, de nyitva van az egyházaknak egyéb turisztikai lehetőség is, amikor összekapcsolják ezeket a kulturális örökségeket látogató centrumokkal, vagy akár egy kerékpáros ponttal, ahol az emberek meg tudnak állni, meg tudnak pihenni a látogatás mellett. A másik a civil szervezetek. A civil szervezeteknek is ugyanaz a lehetősége megvan, mint például az önkormányoknak, vagy az egyházaknak, hiszen azt gondolom, hogy tenni akaró civilek turisztikában, és akkor itt most egy baktorrendházi nem reklám szerint, de a recikli, az egy a bicikli kerékpár felújításából bevételt generáló civil szervezet, akik a kerékpáros turizmust és a kerékpáros életmódot próbálják meg preferálni, reklámozni, de beszélhetek Géberénben egy Jócsolem egyesületről, ahol ifjúság turizmussal foglalkoznak, Erdély és Kanát üzemeltetnek, szálláshely, a Natura 2000-es terület, mint erőforrás rendelkezésre állását használta ki az a civil szervezet, úgyhogy vannak olyan példák, akár a település operatív programból, ami top, ami most már lassan lejár, ugye 2020-ban, 22-ig kell befejezni az utolsó beruházásokat, akár a Magyar Faluban most megjelenő felhívásokban is lehet civil szervezeteknek pályázni ingatlan vásárlásra, a tájház építésére, felújítására, úgyhogy azt gondolom, hogy egyenlő partnerként vagyunk itt vidéken preferálva forráselosztás szempontjából, hogy igen, ahogy mondjam, mindenkinek lehetősége van, és azt a fajta innovatív gondolkodást ne zárjuk csak be az önkormányzati vagy állami szektorban, jöjjenek a papok, bocsánat a kifejezésért, vagy a civilek, a tenni akaró emberek, a közösségek, hogy színesítsük, mutassuk meg magunkat még jobban. Ezek a támogatási lehetőségek továbbra is nyitva állnak? Abszolút, igen, tehát most jelent meg, jelen pillanatban, hogy nyitva van a Magyar Falunak a civilekre vonatkozó része, az egyházaknak, az egyházi szervezeteken belül, de a Magyar Falu programon belül úgynevezett egyházi közösségi fejlesztések címén nem zárja ki a turisztikai fejlesztéseket sem, de ott elsősorban a saját egyházi közösségnek az elhelyezését, közösségi házakat, templombelső felújításokat jelent, de szorosan összekapcsolódhatnak a turisztikai beruházással, és még a következő etapban, a második részben, aminek most hirdette meg a kormány a 6 programját az Európai Uniós, illetve bocsánat, a Magyar Falu programban, mind a 6 nyitva áll. Ott nem mindegyikben tudnak szerepet vállalni a civilek, az egyházak, de a felhívásban ez nyomon követhető a pályázó szervezeteknek a megjelölésénél. Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy van egy fő gondolatmenet, amely mentén lehet pályázni, és nem a civil szervezetek nem össze-vissza pályázhatnak erre és arra, hanem igen, tehát, hogy itt egy központi gondolat mentén. És említette. Bocsánat, hadd tegyem azt hozzá, hogy a Magyar Falu program
program az a magyar vidéki emberek szeretek megkérdezéséből forta ki magát. Tehát tudja azt a pályázat kírója, a magyar állam, hogy vidéken mire van szükség, speciálisan azokra az igényekre lettek ezek a források megnevezve. Tehát nem felülről jöttek az igények, vagy, azok, vagy a pénzek, és akkor hozzá kellett igényeket. Alulról voltak jelzések, hogy mire van szükség a magyar járdára, templom felújításra, temető felújításra, közösségi terekre, óvodai játszóházaknak a megerősítésére, játszóudvarok megerősítésére. Tehát ez egy nagyon komoly felmérés előztem meg. Beszéljünk akkor mindenképpen a Magyar Falu programról, hogy itt egyrészt ez mit tartalmaz, másrészt pedig meddig állnak rendelkezésre források. Gyakorlatilag tavaly 2019-ben indult az első Magyar Falu, ott az én választókedvemben nem minden 44 település szerepelhet, és nem tudom megkülönböztetni a város, illetve a falu rangja szerinti beosztás, hanem 5000 fő alatti település, 5000 fő feletti település, teljesen mindegy, hogy az nagy község 5000 fő fölött, vagy kisváros, például Baktor-Arendtház 3000 pár száz fővel, ő jogalapot tartott. Ebbe az etapba 2019-ben 1,8 milliárd forintot hozott el a 44 településből, azt hiszem 6-on vannak, tehát kb. 38 település egy 1,8 milliárd forintot hozott el különböző közösségi célokra, ami már említett a templom, az egyházak is pályázhattak, az önkormányzati utak ebbe a két lábába, ugye, mert egyrésztről a településeken keresztül vezető állami útra az önkormányzatok nem pályázhatnak, viszont a közút kapott állami forrást a Magyar Falu program terhére, és a településen átvezető, de állami útak is felújításra kerülnek ebből a forrásból, nagyon fontos megjelenni. Az önkormányzatok saját jogon a saját útjaikra, járdákra, temetők felújítására jelenthette magát a ravatolót, jelentette új sírhelyek kijelölését, de akár közlekedési útak a temetőn belül, illetve nagyon fontos, hogy közösségi tér identitás erősítéssel. Itt még a munkabért is le lehetett finanszíroztatni, illetve olyan infrastruktúrális beruházásokat is lehetett finanszírozni, ami ennek a közösségi térnek a modern, energiatakarékos vagy bármilyen más átalakításban szereplő épületét jelentette. Görögkatolikusoknál Nyírparasznyán sikerült részt vennem egy ilyen átadáson, egy nagyon régi századfordulós iskola épületet újítottak fel, nagyon modern változat, úgyhogy innen is gratulálok nekik még egyszer. Egy példa arra, hogy miket lehet csinálni belőle. Mennyi önerőt kell ilyenkor? Nulla. Biztos, hogy 0%. 100%-ban az állam. Gondolom a Magyar Falu program célja a népesség megtartás, ugye? Pontosan, hogyan? Tehát az a falusi életforma, az a száma, én úgy fogalmazom meg, az a létfenntartásnak egyetlen lehetősége, az önálló létfenntartásnak, az a falusi életforma, ahol érdemes élni fiataloknak, én is falun élek, nekem is vannak tyúkjaim, szívesen kapálok, vagy éppen metszem meg a gyümölcsfáimat, permetezem, mert azt gondolom, hogy az önfenntartás, és most a Covid vírus talán ezt is megmutatta, hogy mennyire fontos a saját termékünk, de egészségügyi szempontból is nagyon fontos, hogy tudjam, hogy mit teszek meg. Na, a Magyar Faluban azt gondolom, hogy a Magyar Falu programban ezek a falusi életformák, falusi létformák preferálása az első, hogy a fiatalok ott maradjanak, egy szép környezet, tehát ebben írunk ki pályátokat, hogy szép környezetben legyen a falusi élet, és emellett azt gondolom, hogy ha még olyan lehetőséget, gazdasági lehetőséget is kínálunk számukra, hogy helyben megtalálják, akár őstermelőként, vállalkozóként, szövetkezetként, vagy valamilyen más társulásban a gazdasági lehetőséget, vagy olyan gazdasági potenciál, elsősorban feldolgozóipar odavitelét tudom elképzelni, amiben tudjuk foglalkoztatni őket, akkor azt gondolom, hogy mind a két lehetőség az életminőség és a foglalkoztathatóság is egy jó irány. Igen, ezt akartam volna kérdezni, hogy ez egy dolog, hogy szép környezet, de hát ugye azért dolgozni is kell, és ugye azért pénzt is kell keresni, hogy valamiből éljen az ember. Ilyenkor van-e valamilyen koncepció, akár a települések között, egymás között valamiféle feladatmegosztás, hát vagy bármilyen jövőbe tekintő dolog? Mert tudom elmondani, ott a 44 település alapított egy Szabos 05 önkormányzati társulást, ami de jure a jog erejénél fogva, ugyanolyan, mintha egy önkormányzat lenne, adószámmal, bankszámlával, van elnöksége, van bizottsága, minden a törvény szerint, tehát nem zárja ki, hogy 2, 3, 5, 44 önkormányzat bizonyos cél érdekében társuljanak. Tehát ez a társulás közös célokat határozott meg, akár foglalkoztatáspolitikai célokat, turisztikai célokat, menedzselési célokat, mert van egy non-profit gazdasági társaság, amit pontosan Szabos 05-nek
hívják azt is, és ez a non-profit gazdasági társaság például azt az említett, vagy nem említett még, de 2010-2019 között körülbelül 19 milliárd forint jött a helyi önkormányoknak, egyházaknak, civileknek, és ezeknek a nagy részét ennek a Szabós 05 non-profit KFT keretében menedzselte le. Ez körülbelül durván 4-500 millió forint ott tartását a térségben jelentette, hiszen ennek az volt a célja, hogy ez a non-profit KFT koordinálja az adott települések pénzügyeseinek, műszakisainak, jó szakembereinek a feladatát, és így a település saját programjait, saját embereivel valósította meg, de nem ők voltak a projektkoordinátorok, hanem ez a önkormányzati tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaság, és nagyon sikeresen zártuk le a projekteket. Maradjunk még a munkahelyteremtésnél, ha jól tudom, akkor diákmunkaprogram indul a térségben. Nagyon fontos, igen, engem már több szülő keresett meg, mielőtt még a diákmunkaprogram kiírásra került, hogy lesz-e. Folyosói pletykákból én úgy értesültem, hogy igen, és ezek után a telefon után 3-4 nappal jött a hír is, hogy megvan, úgyhogy sikerült. Annyi módosítás van a tavalyhoz képest, hogy maximum 30 napig lehet egy gyereket foglalkoztatni, ugye 16 évet betöltött és nappali tagozatos intézmény jogviszonyba kell neki lenni. Mik a feltételek? A feltételek nagyon egyszerű, ezt az igazolást be kell mutatni, hogy ő hallgatói jogviszonyban van, be kell adni egy pályázatot, és meg kell benne jelölni, hogy mit szeretne csinálni, és az önkormányzatok, és itt is van még egyszer a civil szervezetek is, pályázhatnak diákmunka alkalmazására. Ez az említett Jócsól Egyesület is azt hiszem 4 főt foglalkoztat a helyi turisztikai adottságokba, akár úgy is, hogy a meglévő szálláshelyeknek a takarításával foglalkoznak, de csoportokat kísérnek. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan lehetőség a diákoknak, hogy kipróbálhatják magukat az életben, a nagybetűs életben kicsit dolgoznak. A foglalkoztatóknak mégiscsak ingyen van munka lehetőség, mert ugye az állam lefinanszírozza ezeknek a gyerekeknek a bérét, és mind a két fél a foglalkoztató is, és a dolgozó is megtalálja, hiszen a gyerek pénzt keres ebben, és egy kicsi tartalékot a év kezdetre azt gondolom, hogy össze tud magának rakni. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség júliusi tisztújító ülésén 5. alkalommal választották meg egyhangulag az országos küldötte Krivács Andrást, az ország legnagyobb gasztronómiai szervezete élére. Az elnöki poszt mellett kijelölték a következő időszak alelnökeit és a szakmai témákért felelős személyeket is. Krivács András 2012 óta vezeti a szervezetet. Így néz ki a megújult Fenyves Szálloda és Konferencia Központ. A hotel a Kisfaludi Szálláshelyfejlesztő program keretében összesen 404 millió forintból 235 millió forintos állami támogatás segítségével modernizálódott. Minden idők legnagyobb turisztikai fejlesztéseket összefoglaló Ernyő programjának köszönhetően most már 4 csillagos szuperior várja a turistákat. A szálloda átadó ünnepségen elhangzott, mind turisztikai, mind gazdasági szempontból egy jelentős beruházása nem csak a térségnek, hanem az egész megyének, a megújult, családbarát és élményekre hangolt szálloda, melynek igazgatója Krivács András. A szakember bár eredetileg erdésznek készült, gyerekkora nyarait főszakácsként dolgozó nagymamája mellett töltötte, végül gépészeti szakközépiskolát végzett, majd a családi cég Fenyves csárdájában kezdett el dolgozni Bakta Lóránt házán. A szakember 8 éve vezeti az 52 éve működő Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséget, melynek most ismét az elnökévé választották. Ez alatt a szűk évtized alatt az MNGS az ország legnagyobb gasztronómiai szervezetévé vált, 2000-es taglétszámukban az egyénektől a csúcséttermeken át a közétkeztetési vállalatokig sok mindenki, illetve minden megtalálható. És a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban maga az újra választott elnök, Krivács András, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Először is gratulálok! Köszönöm szépen! Akkor ezek szerint jól végzi a dolgát, hogyha újra választották, azt azért el lehet mondani. El lehet mondani azt is, hogy igen, jól végzem a dolgom, tehát a kollégáim is nagyon... Igen, a kollégáim még jobban végzik a dolgukat. Én mindig azt mondtam, 2012-ben is úgy indultunk el, hogy elnöknek lenni nem egy hálás feladat, de mégiscsak engem simogatnak, hogyha nagyon jól dolgozunk, de hát a legtöbb válveregetést a kollégáim is mégiscsak a szakma mondhat magáénak. És azt nagyon jövedelmesen. Igen, de mégiscsak, hogyha ezt tovább gondoljuk, akkor vagy egy jó vezető, és akkor fognak újra választani, újra és újra, hogyha megméretteted magad ezen a ranglétrán, vagy megméretteti magát az ember ezen a ranglétrán, vagy ezen a versenyen, amikor hátranézel, és a tömeg ott van a hátad mögött,
ha nem, akkor maximum egy nagyon jó sétát. Úgy tűnik, hogy azok a kollégák, akik ezt az utat választották, ezt a sétát választották, egy nagyon-nagyon jó összefüggő, egy összetartó csoport, és a szakma A-tól Z-ig, vagy alfától omegáig képviseli magát a lelnöki szinten is. Nekem össze kell hangolnom, össze kell fésülnem a kollégák feladatait, és néha nem mondom, hogy egyszerű dolog, de úgy tűnik, hogy a visszajelzések alapján ez sikerült az elmúlt 8 évben. Beszéljünk akkor azokról az emberekről, akik ön mögött vannak. Kik vannak? Tehát, hogy akkor a szakma mindenféle vendéglátó helyei képviseltetik magukat, akár a büféstől a négy csillagos superior tulajdonosig? Azt szoktam mindig mondani, hogy a közétkeztetéstől egészen a csúcsgasztronómiáig képviseljük a szakmának az érdekeit, a szakma becsületét, magát a szakmaiságot, akár oktatási fronton, akár az éttermek szintjén. Hogyha a másik irányból támogatjuk meg ezt az egészet, akkor az agrárvonalon is nagyon erős a szövetségnek a lobby szándéka, és természetesen a keresletet, illetve a kínálatot próbáljuk meg egy balanszra hozni, és megmutatni a kiváló magyar árut, a kiváló magyar terméket, és hogy egyfajta jó gyakorlatot bevezetne a szakmában, hogy a jelen pillanatban a 35-40% raktár készletből, amely magyar, kimondotta a magyar, hogy érhetjük el azt, amikor már a nyugat-európai modell szerinti 65-70% saját magunk által, kollégáink által előállított élelmiszerekhez, alapanyagokhoz nyúlunk. Természetesen itt hozzátéve, hogy Magyarországnak a fekvése, a magyar éghajlat, ez egy ilyen 6-8 hónapban teszi lehetővé ezt, amiről most beszélek. Azt mondta, hogy érdekek, tehát hogy azért érdekeket kell képviselni. Kemény harcok voltak az elmúlt 8 év alatt? Hát az elmúlt 8 év alatt igen, talán a legnagyobb harcot az vívta, és a legnagyobb erőfeszítést az vette ki belőlem, amikor a munkavállaló és a munkaadói érdekeket kellett egy asztalhoz hozni, aztán onnantól kezdve nem beszélve arról, amikor a szakmáknak a csatája megy, melyik a fontosabb, melyik kevésbé fontos. Hát 8 év alatt sikerült egy másfajta gondolkodást, egy 21. századi gondolkodást belehozni ebbe. Nekem az alapszakmám az egy közgazdász, és mondhatni azt, hogy egy válságkezelő. 2012-ben egy lenullázott Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséget sikerült átvennem, amely már a 2020-ra az ország legnagyobb taglétszámával működő, és talán az egyik legmeghatározóbb szervezet a magyar turizmusnak, a magyar gasztronómiának, turizmusfejlesztésnek. És akkor ez azt jelenti, hogy a magyar gasztronómia is ezzel együtt fejlődhetett az elmúlt időszakban? El lehet mondani, igen. Vannak társszervezeteink, akik kimondottan a Forma 1-ben ülnek. Én azt szoktam mondani, hogy mi mondjuk másodvonalas szervezet vagyunk ilyen tekintetben, akik versenyeznek. Nem kimondottan egy versenyszervezet vagyunk, de elértük azt, hogy a kollégáink a legjobb 10-ben vannak a világon emlegetve. Olyan kollégákat sikerült kinevelni az elmúlt 10 év alatt, akik meghatározó szerepet töltenek be a magyar gasztronómiában, és ezáltal a nemzetközi gasztronómiában. Viszik Magyarország kultúrájának hírnevét, viszik a gasztronómiájának a hírnevét, és ezzel előtérbe helyezzük a magyar termékeket, és bárhol megjelentünk a világ térképén, mint mi magyarok, csupa-csupa olyan világhírű alapanyagot, élelmiszert vittünk magunkkal, akár a versenyekre, akár a seregszemlékre és bemutatókra, amelyek onnantól kezdve sokkal jobban pörögtek nemzetközi szintéren. Úgyhogy a kollégákkal ezen dolgozunk, hogy ez minél erőteljesebben, minél átütőbben térjünk át egy teljesen más gondolkodásra, és tényleg itt a kereslet-kínálat oldala, amelyet én mindig el szoktam mesélni, hogy azt szeretném elérni, és akkor lennék igazán boldog, hogyha a vásárló szintjére le tudna menni ez a fajta elmélet, és ugyanazt tapasztalnám, mint Nyugat-Európában, hogy a gyerek, amikor levette a földi epret, és az egy más kontinensre származó földi eper volt, akkor apuka kicserélte a sajátjukra. És amikor ez megjelenik majd itt akár a keresleti oldalnak a vásárlói szintjén, akkor elértük azt, amire felesküdtünk egy 10 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt, és ez a következő 2-4 évnek lesz majd az a fajta kihívása, amelyet szeretnénk együtt az agráriummal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséggel, rengeteg társszervezettel, társszövetséggel, és erre az együttműködési kereteket már megkötöttük, jogi alapjai vannak ennek, és úgy szeretnénk, hogy a magyar mezőgazdaság, amely egy óriásit fejlődött, hogyha tovább fejlődik,
kiváló magyar alapanyagok vannak, akkor egy nagyon kiváló magyar gasztronómia, egy 21. századi gasztronómia készüljön, és foglalja el a helyét a világon abba a pozícióba, ahova való, és természetesen nem eltérve itt a hagyományoktól, hanem megtapasztalva, megízlelve az újat, belevonni abba a régi, hagyományos magyar gasztrokultúrába, amelyen rendelkezünk. Tehát akkor önök szerint adottság minden megvan nekünk magyaroknak ahhoz, hogy ott legyünk a top 3-ba, 4-be? Hát, hogyha a top 10-be benne vagyunk, a top 10-be benne vagyunk, akkor az nekünk egy nagyon jó visszajelzés lehet, már csak azért is, mert azért hatalmas nagy gasztronómia nemzetek egy teljesen újfajta merítkezésben vettek részt, és ők diktálják a világ gasztronómiáját, hogyha azt mondom, hogy az északiakra gondolok, Svédország, Norvégia, Finnország, vagy éppen Dánia, de hogyha nyugatabbra megyek, akkor a franciák, a németeknek a konyhái, ezek valamelyest még mind-mind előttünk járnak, de már nincs köztünk fényévnyi távolság. Azt kell, hogy mondjam, hogy 5 éven belül, ha nem is 5 éven belül, de az elkövetkezendő 10 évben biztos, hogy fölzárkózunk melléjük, és nem lesznek akkora kilengések ezen a mutatón, nem lesznek azok a hatalmas nagy színusz hullámok, amelyeket érezhetünk egy-egy világverseny eltelte ideje után, hogy kollégáink megnyertek valamit, aztán a következő hullámban már nem vagyunk ott a topba, hanem egy nagyon jó és közepestől sokkal jobb gasztronómiával tudunk, amely lehet alapja egy nagyon jó turizmus építésnek is. Visszatérve az előző riportban elhangzottakra és rácsatolva arra, hogy igen, mindennek megvan az alapja, megvan mindennek a háttere is, és mi ezt szeretnénk hozzátenni. És akkor ez a top 10, ez nem európai szintű, hanem világszintre vonatkozik. Azért ez tényleg jó lenne elérni. A Fenyves Hotel az mennyire jelent szakmai műhelyet e tekintetben? És akkor azt is kérdezhetném, hogy akár mondjuk ugye a Baktal Óránt házáról hogyan lehet irányítani ezt a szövetséget? Hát a 21. század mindenre megtanított bennünket. Egyébként az autópályáknak a közelsége az egy új elérhető csatornát nyitott. Emlékezzünk vissza, hogy 8 évvel ezelőtt azért még az autópálya nem jött be a megyébe, ezzel kinyílt a megyének a szerepe a világ felé, és sokkal könnyebb közlekedni, az ország bármely részére el tudunk jutni. Az internet pedig hát maga a csoda. Ahogy fejlődött a gasztronómia, vagy mondhatnám, ahogy fejlődött a technológia, hogy 10 évvel ezelőtt még egy betárcsázós internetünk volt, most azért FaceTime-on, ha ilyen nagyon csúnya szavakat lehet használni, real-time-ba bárkivel bármikor föl lehet venni a kapcsolatot. Viszont a pandémiás időszak megtanított bennünket a Zoom meetingre, megtanított a Skype konferenciákra, úgyhogy akár Baktaló rendházáról, vagy bármelyik íróasztal mellől el lehet irányítani egy szervezetet, mondhatnám ezt, de ez nem így van. Rengeteget kell menni, rengeteget kell utaznod kellene a kollégákkal. Most egy picit visszabettünk az európai vagy világszintű találkozókból, de hát remélhetőleg, hogy ez a találkozóknak a gyakorisága, ez nem fogja visszavetni a magyar gasztronómiának a megújulását sem. Így legyen. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm. Múlt héten nyilvánosak lettek az egyetemi ponthatárok. A felsőoktatásba felvételizők idén is a megszokott elektronikus csatornákon értesülhettek eredményeikről, de a koronavírus járvány miatt a Pont Ott Parti 2020-ban elmaradt. A felvételizők július 23-án este 8 órától a bevált gyakorlat szerint SMS-ben közvetlen értesítést kaptak. Ezzel párhuzamosan pedig a felvi.hu oldalon is tájékozódhattak az idei ponthatárokról. A Nyíregyházi Egyetem honlapján a felvételivel kapcsolatos információk mellett már elérhetők a szakirányú továbbképzések is, melyekre augusztus végéig lehet jelentkezni. Ehhez nem az oktatási hivatalon keresztül, hanem az egyetemen kell leadni a jelentkezéseket. Egyébként számos új szakirányú továbbképzés indul augusztustól, például coachképzésre, vagy akár új területeken elérhető pedagógus szakvizsgákra is jelentkezhetnek azok, akik nem kerültek be a felsőoktatásba. Ezeken túl a pótfelvételi is augusztusban indulhat majd el, annak függvényében, hogy hány hallgató került be az egyetemi képzésekre. Fontos azonban megjegyezni, hogy a pótfelvételire kizárólag azok jelentkezhetnek, akiknek nincsen érvényes felvételi döntésük. Vendég a stúdióban dr. Habil Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektor helyettese. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tanár úr. Akkor beszéljünk konkrétan a számokról először is, hogy hányan jelentkeztek önökhöz, és a jelentkezők közül hány embert, diákot vettek fel?
Az első helyes jelentkezők már jó néhány hónap előtt kiderült, hogy olyan 1050 körüli létszámra tehető, és összesen most az első körben 702 hallgatót vettünk föl, és ebből állami ösztöndíjas 617 hallgató, tehát a nagy többségének sikerült ezt elérnie. Akkor elmondhatjuk, hogy körülbelül a jelentkezők 70%-a felvételt nyert. Így van, körülbelül a 70%. Egyébként tavaly is ez volt a helyzet, csak akkor magasabb létszámokkal, tehát akkor is az elsőes jelentkezőkből 30-35% lemorzsolódott. Tehát akkor tavaly többen jelentkeztek önökhöz. Így van, ahogy az egész országban, ugyanúgy hozzánk is kevesebben jelentkeztek, nyilván a rangsor legelején lévő egyetemek nem mondhatják ezt el magukról, de a többségében az egyetemek, a vidéki egyetemek igen, ugyanígy tapasztalhatták, hogy kevesebben jelentkeztek. Mi volt ennek az oka? Ennek alapvetően három oka van. Az egyik oka az, hogy most már minden képzésre kötelező az emelt szintű érettségi. Ugye ez egy olyan próbatétel, amire ha a diákok nem készülnek idejében, akkor bizony ezt, ha megpróbálja is, magam is találkoztam ilyen emelt szintű dolgozattal, nem lesz sikeres, nem fog elérni annyi pontot, amennyi szükséges. Tehát az emelt szintű érettségi, és ez nálunk elsősorban a csecsemő és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus és a tanító szakban jelentkezett, ott sajnos nagyon lecsökkent a hallgatói létszám, valamint a műszaki és agrárképzéseknél. Második okként azt nevezhetjük meg, hogy talán sokan emlékeznek rá, hogy tavaly november körül jelentették be azt, hogy nem szükséges nyelvvizsga a felvételihez, és lehet sokan ennek tudatában nem is készültek rá, tehát ez is egy kisebb részben, de ugyan befolyásolta a jelentkezők számát. Harmadrészt pedig ez természetes, és ezt el kell fogadni, hogy nagyon sokan külföldön próbálnak meg tanulni, úgyhogy megvan erre a lehetőség, ezért ott folytatják a tanulmányaikat. Negyedrészt pedig a vírusos helyzet, az mennyire befolyásolta a jelentkezések számát ön szerint? Én úgy gondolom, hogy ez nem befolyásolta, hiszen a jelentkezés, illetve maga a felvételi eljárás, itt gondolok arra, hogy ugye elbeszélgetés helyett motivációs levél, vagy különböző gyakorlatok, rajz, ének, testnevelésen, a helyben történő produktum helyett elküldhették videón, felvételeken a diákok, ez nem befolyásolta, ez már egy korábbi hatás lehetett. Beszéljünk akkor a slágerszakokról, melyek voltak a legkedveltebbek. Az alapképzési szakokra jelentkeztek a legtöbben, ezek közül tulajdonképpen ugyanazok, amelyek tavaly. Az óvodapedagógus, annak ellenére, hogy oda kevesebben jelentkeztek, de a levelező és nappali létszámot tekintve az óvodapedagógus vezet, másodszorban az alapképzések sorában a programtervező informatikus, harmadsorban pedig a gépészmérnöki, ha jól emlékszem. Mindezek tehát alapképzések, és hogyha jól tudom, akkor voltak szakirányú továbbképzések is, amelyekre lehetett jelentkezni. Azokra később lehet, itt a továbbiakban azzal folytathatjuk, hogy lehetett jelentkezni ugye a felsőoktatási szakképzésre is, ezt ötöt tudtunk beindítani. Ez azért lehetett népszerűbb, mert ehhez nem kell emelt szintű érettségi. Esetleg még visszakapcsolva az agrár és műszakira, azt mondhatjuk el, hogy a következő évben már az ötöd év a középiskolában a technikum kiválthatja az emelt szintű érettségit, és így többen jelentkezhetnek. És hát természetesen említsük meg a profilunkba tartozó, de mint ahogy az országban mindenütt kevesebben jelentkező létszámmal rendelkező a tanárképzést. Az osztatlan tanárképzésre nappali és levelező tagozatosan összesen 28 szakpárban fognak tanulni a diákok, és van az egyszakos mesterképzés, ugye ahová újabb tanári képesítést lehet szerezni, vagy tanító után egy tanári képesítés, ott 13 szakon indítottuk a képzést, és ezek közül háromban a magyar tanár, a testnevelő tanár és a matematika tanár esetében
amiben már középiskolai tanári képesítés is lehet szerezni ettől az évtől kezdve. Összességében egyébként mennyire elégedettek az idei felvételi eljárással a felvételizők számával? Hát természetesen nem vagyunk elégedettek, sajnáljuk, hogy így alakult. Lehet még módosulás. A reményre az ad okot, hogy még mindig nem tudjuk, hogy a pótfelvételinek mik a határideje. Ennek csak az lehet az oka, hogy még a fenntartó gondolkodik, hogy azon kívül, hogy az alapszakok esetében, és mindenki kérem, hogy kövesse a honlapunkat, az alapszakok esetében többre lehet a pótfelvételi eljárás során állami ösztöndíjas formában jelentkezni, hiszen a kapacitásszámunk megengedte. Azon túlmenően valószínűleg nem nehezítésen gondolkodik, hanem még további könnyítésen a fenntartó, úgyhogy bízunk abban, hogy egyrészt a pótfelvételin még ez a szám, ez a 702 duzzadhat. Másrészt pedig a szakirányú továbbképzések esetében is, ahol, ahogy elhangzott korábban, a pedagógus szakvizsga, újként jelentkezik a pedagógus szakvizsga, gyakorlatvezető tanító, gyakorlatvezető óvodapedagógus, valamint a coach, és figyeljék a honlapunkat, mert valószínű, hogy a mérnöki coach, valamint a business coach is beindulhat az idén, nem biztos, de elképzelhető, ez bízvás népszerű lesz, és ez is növelni fogja a hallgatói létszámot. Egyébként összességében 18 szakirányú továbbképzésből választhatnak a már diplomával rendelkező jelentkezőink, választhatnak ebből, és mindenről ugyancsak tehát az egyetem honlapján tájékozódhatnak. Beszéltünk ugye az új képzésekről, amelyeket majd a későbbiekben szeretnének indítani, de ebben a tanévben is indítottak, ezek mennyire váltották be az előzetes várakozásokat, mennyire? Alapvetően új képzésként a mérföldkőnek tekinthető angol nyelvű képzéseket lehet megemlíteni. 4 szakot hirdettünk meg, és abból 3-ra körülbelül 40 jelentkezőt már fel is vettünk. Ez a gépészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki és az anglisztika alapszak. Banglades, Jemen, Egyiptom, nagyon sok helyről jelentkeztek a hallgatók. Bízunk abban, hogy valamilyen formában el tudjuk kezdeni, mint ahogy az egész országban a külföldiek oktatását az egyetemen, akár online formában, akár egy kicsikét csúsztatva, netán október 1-től személyes jelenléttel, nem tudjuk még, hogyan valósul meg, de mindez más egyetemeket is érint, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy a legújabb az angol nyelvű képzéseinknek a beindítása. Már még a pótfelvételi eljárás nem kezdődött el, de valami hozzávetőleges számot lehet mondani, hogy akkor szeptembertől hányan fognak egyáltalán járni a Nyíregyházi Egyetemre, tehát nem kezdik meg a tanulmányaikat, hanem összességében. Összességében most kértem épp egy létszámot, tehát ezzel az első új első évesekkel, mondjuk úgy, hogy esetleg még plusszal azért 100-150-nel növekedhet, olyan 3500 körüli a hallgatói létszám, bár ebben benne van a passzivált hallgatói létszám is, tehát akik egy-egy fél évre felfüggesztik a tanulmányaikat. Tanár úr, köszönjük, hogy itt voltálunk. Én is köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Legközelebb szerdán jelentkezünk friss adással. Viszontlátásra.